Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. Karácsonyi daloktól és versektől volt hangos a Diósberényi Művelődési Ház. Tamási gazdag zenei élete elevenedik meg a helytörténeti alapítvány által kiadott kötetben. Ünnepi dallamok, fényfűzérrel feldíszített traktorok és szeretett vendégség jellemezte a Nagyszokói falu karácsonyt. Tartalmas évzáró rendezvénnyel készült a Tamási és környéke szociális központ. Karácsony előtt együtt hangolódott a falu az ünnepre. Diósberény önkormányzata karácsonyi ünnepségre invitálta a helyieket a település művelődési házába, ahol a műsorról a legifjabbak gondoskodtak. Az ünnepi műsor mosolyt csalt az érdeklődők arcára, hiszen a gyerekek nagy örömmel adták elő a verseket, dalokat, amiket már hetek óta gyakoroltak. Az asztalon pedig tea, bor és kalács várta a falu karácsonyi ünnepségére érkezőket. Cseng a dalunk, cseng a versünk, a Diósberényi Napraforgó óvoda és a helyi iskoláskorú gyermekek műsora tette igazán meghitté a település karácsonyi összejövetelét, amely nem új keletű a falu életében, tudtuk meg a település polgármesterétől. Már évtizedes hagyománya van, sajnos a Covid járvány miatt most több évig ugye nem lehetett ilyen ünnepséget tartani és ilyen összejöveteleket. Hát ez minden év végén azért nekünk egy ilyen van, amikor nagyon komoly részvétellel is volt. Meghívás történt, de mindenki tudja, hogy van egy ilyen rendezvényünk, ez tényleg állandó jellegű. Ilyenkor mindig szerepelnek az ovisok, kicsit a helyi iskolások, meg hát mindig van valami vendégszereplő, aki egy kicsit emeli az ünnep színvonalát. Természetesen van mindig vendéglátás, és mindig ugye ez úgy szokott történni, amikor lezajlik a műsor, a kulturális része, akkor kint az udvaron egy kis forradbor, kalács, sütemény. Most egy kicsit megfejeltük egy kis sült kolbásszal, meg még egy kis finomságokkal. Diósberény önkormányzata a kialakult energiaválság okozta anyagi teher miatt. Az idei ünnep alkalmával nem tudta a rászorulókat élelmiszeradománnyal segíteni. Az idén sajnos erre nem volt lehetőségünk, csak a szociális tűzifával tudunk segíteni a rászorulóknak. Sajnos minket is utolért a mindenféle energiaválság, és mivel rengeteg intézményt tartunk fent a településen, az ugye 300-an lakunk már csak itt, és van egy nagyon komoly óvodánk, idősklubunk, hivatalunk, és ezeket még mind fűteni villanyszámla, és ez sajnos felemészti a tartalékainkat. A 2023-as év derekán pedig a jó kívánság sem maradt el a település vezetőtől. Reméljük, hogy sokkal, de sokkal jobb évet zárunk majd jövőre, mint most, mert az idei azért egy pici szomorúság volt ebben a helyzetben. Azok kívánságok, legyen boldog mindenki, szélesebb világok. Itt is, ott is mindenütt, legyen mindig béke, szentek lakozzon az emberek szívén. A település legkisebbjeinek ünnepi műsora igazi feltöltődést jelentett a rohanó, szürke hétköznapok után. A legkisebbek is bátran álltak ki a diósberényiek elé, hogy énekükkel színesítsék a délután műsorát. Mint minden más oktatási intézményben, így a helyi napraforgó óvoda mindennapjait is a szeretet ünnepére való készülődés szőtte át az utóbbi hetekben. A vegyes korosztályú csoport lurkói német ajkú településen élőként számos német dalt is megtanultak az elmúlt időszakban. A mai rendezvényre ugye másfél hete készültünk. Volt benne ugye magyar többségében most, mert nagyon sok a pici, de ugyanakkor német énekekkel, verssel is készülünk. Az óvoda német nemzetiségi, és egy olyan településen élünk,
ahol több ezer német nemzetiségű ember lakott annak idején. A 2,5 évestől a 7 éves korú gyerekek is megtalálhatók az óvodánkban, ezért nem volt egyszerű, de mi ehhez hozzá vagyunk szokva, tehát erről szól az életünk az óvodában. Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretik, hogyha az óvodások megmutatják magukat, és minden rendezvényen leginkább az idősek, de ugyanakkor a szülők is nagy szeretettel várnak minket. Diósberény települési karácsonyát egy jó hangulatú zenés estel zárták, ahol a legkisebbek táncra is perdültek, amíg a felnőttek örömmel elegyedtek szóba az ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal. A zene tárolja legjobban az emlékeket, elég egy dallam, és eszedbe jut egy nap, egy hely, egy személy. Ezzel az ismeretlen szerzőtől való idézettel kezdődik az ajánlója, a Tamási zenei élete a 21. században és 21. század elején című kiadványnak. A Tamási helytörténeti alapítvány kiadásában megjelent kötetben helyet kaptak azok a zenei formációk, akik sok kellemes és felejthetetlen pillanatot okoztak sokunk számára. A Tamási Könnyű László könyvtárban beszerezhető a fotókkal gazdagon illusztrált könyv. A Tamási helytörténeti alapítvány munkája a település múltjához kapcsolódó írásos dokumentumok, fotók és tárgyak összegyűjtése. Emellett az állandó helytörténeti gyűjteményt is folyamatosan gyarapítják. 25 éves múlt van mögöttünk, mindenki emlékszik még Deák Margit néni tevékenységére. Gyakorlatilag az ő kutatómunkája alapozta meg a helytörténeti alapítványt, aminek ugye eredménye lett egyrészt, hogy sikerült a városnak kialakítani egy helytörténeti gyűjteményt, létrehoztunk egy Présház múzeumot is, illetve az utóbbi időben igyekszünk minden évben helytörténeti kiadványokkal megismertetni Tamási talán elfeledett múltját. Nemrégiben egy újabb tanulmányt adtak ki, ami Tamási zenei életének történetét örökíti meg. Mindig vannak olyan témák, mondhatnánk, hogy elfekvő helytörténeti anyagok, amelyek igazából nyomdára várnának csak. Ezúttal idősebb Hegedűs Gyula bácsinak egy levéltári pályázatra megírt tanulmánya került kiadásra. Gyula bácsi Tamási zenei életének 100 évével foglalkozik. Összegyűjtötte a századfordulótól kezdve azokat az adatokat, amelyek gyakorlatilag bemutatták az elmúlt 100 évnek Tamási zenei történetét. Gyakorlatilag a tűzoltó zenekartól kezdve a színházat segítő zenészekig, majd ugye jött a kórusművek, majd ugye a beat korszak, és gyakorlatilag a napjainkig igazából, bár a pályázatnak a leadása 2004-es volt, és ennek megfelelően került kinyomtatásra a könyv is. A kiadvány sok illusztrációt tarkítja, amelyből a helyieknek, a környékbenieknek ismerős arcok köszönnek vissza. Ez egy 2004-es tanulmány, akkor még úgynevezett fénymásolt fotókat elkészítette ki Gyula bácsi a pályázati anyagát. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ugye van Szegedi Miklós hagyatékában, ugye őt mindenki ismeri Tamásiban, és a helytörténeti gyűjtemény őrzi az ő fényképes anyagát. Hát ugye ő rendezvényen vett részt, és Gyula bácsi szövegét kiegészítve nagyon jól meg lehetett mutatni az akkori zenekaroknak a világát idézőjelesen, de természetesen kaptunk együttesektől is, illetve meghagytuk azokat az eredeti fénymásolt képeket is, amelyek ugyan gyengébb minőségűek, de az eredeti levéltári kiadványban is benne voltak. Természetesen az örökösök csak úgy járultak hozzá, hogyha a tanulmánynak a teljes szövege változatlanul marad. Ezen nem is szerettünk volna változtatni, hiszen Gyula bácsi megírta az akkori dolgokat. Ő ugye, mint maga is kórustag és a zenei életben bent lévő egyén ezt jól összeszedte, megírta. Ezen természetesen nem válogattunk. A mi feladatunk legigazából a képessé tétele volt, tehát fényképek gyűjtése, amivel kiegészült. Nem volt különösebben nehéz a kiadvány, hiszen már évek óta adunk ki helytörténeti könyveket különböző minőségben, és úgy, hogy nem jelentett ez sem gondot. A tanulmányban sok zenekar története helyet kap, de fényképek sajnos nem mindegyikről sikerült beszerezni a kiadásig.
ahogy számolgattam, talán egy olyan 30-40 együttes kerül megemlítésben a könyvben. Ebben természetesen nem csak a vízzenekarok vannak benne, hanem azok a kórusok, akik ugye Tamásiban még ma is működnek, vagy nem működnek éppen. Mindenképpen meg kell köszönnünk az önkormányzatnak és Járai Gábornak anyagi támogatását, amely nagy segítséget jelentett abban, hogy egy régi elfekvő mű újra kézzel fogható, kézzel és olvasható legyen. A Tamási zenei élete a 20. században és a 21. század elején címet viselő kiadvány az Egyesület honlapján található elérhetőségeken megrendelhető, vagy a Tamási könyvtárban megvásárolható. A közös ünneplés Nagyszokolyon sem maradt el. Karácsonyi dallamoktól volt hangos a település központja, ahol a gyerekek igyekeztek igazi ünnepi hangulatot teremteni műsorukkal. A szeretett vendégségről az önkormányzat gondoskodott, ahol a forró italok mellett felajánlásokból pogácsa és sütemény is várt a jelenlévőkre. A délutánt pedig a fényfűzérekkel feldíszített traktorok felvonulása zárta. Nagyszokolyon minden adott volt ahhoz, hogy a helyiek karácsonyi hangulatba kerülhessenek egy olyan rendezvényen, amelyet hagyományteremtő céllal szerveztek meg. Én azt szeretném, hogy a falu népe egy kicsit összekovácsolódjon, legyen összetartás az emberekben, ezért gondoltuk ezt a kis ünnepséget. Tavaly is volt, de most kis ingyen süteménnyel, forralt borral, teával készültünk, még a műsor végére fényekkel feldíszített traktorok felvonulásával kis helyi fiatalok kezdeményezése, és ők fognak felvonni a traktorokkal, hogy kicsit színesebbé tegyék ezt a programot. A település önkormányzata igyekezett a rászoruló családokat segíteni az ünnep előtt, többek között egy országosan ismert szervezeten keresztül is. A Caritas szervezetnek tudtunk adományozni tésztát, akkor a mi tésztánkkal is bővült a csomagnak a repertoárja, meg most a gyerekek fognak kapni 3-16 éves korig egy ajándékcsomagot a karácsonyi alkalmából, csokoládé és édességcsomagot, meg a szociális segélyt tudtunk osztani a faluban, minden háztartást tudott kapni egy bizonyos összeget, és ezzel próbáltuk segíteni az emberek életét így karácsony közelettével. A település önkormányzata azon szorgoskodott, hogy az ünnepi hangulat visszaköszönjön a falu központjában is. Készítéssel próbálkoztunk, a fenyőfákat, a Betlehemen van fénysor, fenyőfákat felszítettük, az emberek egy kicsit hangulatba kerüljenek. Ebből a szempontból hétvégén, tehát átbent hétvégén nem volt más programunk sajnos, de jövőre terveznénk egy ilyen programsorozatot, amivel minden hétvégén össze tudnánk hozni az embereket egy kicsit. A település vezetés részéről cél, hogy olyan programokat szervezzenek, ahol korosztálytól függetlenül mindenki jól érezheti magát. Az ünnepi műsor szereplői a helyi vállalkozó szellemű fiatalok voltak. Mert a mai világban azt gondolom, hogy mindenki az interneten, Facebookon próbálja élni az életét, és nem kontaktol, nem találkozik a másikkal, és így megpróbálják a gyerekeket is egy kicsit összekovácsolni, hogyha a műsor által is legalább itt együtt töltenek, a készüléssel együtt töltik az időt, hogy ezt próbáltuk népszerűsíteni. A gyerekeket pedig valóban elkísérték a hozzátartozók, hiszen kíváncsiak voltak arra a műsorra, amelyre már jó ideje készültek. A település központi tere megtelt érdeklődőkkel. A falu életében nem újszerű, hogy a traktorok is szerepet kapnak egy rendezvényen, noha ez az ünnephez kötődő megmozdulás más volt, mint az eddigiek. A fényfűzérbe öltözött traktorok felvonulása volt a záró attrakciója az ünnepi rendezvénynek. Elsősorban úgy gondoltam, hogy egy kicsit próbáljuk meg így a helyi fiatalokat összehozni, és ezt a dolgot népszerűsíteni. Jövőre szeretném a Traktorverseny Nagyszokoly oldallal megkérdetni, hogy akik azt az oldalt követik és figyelik az eseményeket, hogy egy nagyobb volumenű több traktoros felvonulást csinálni, akár mint Tamásiban. Tamásiból jött az ötlet, mert voltunk, megnéztük őket, és nagyon tetszett mindenkinek, és így akkor gondoltuk, hogy itt helyi szinten is megcsináljuk picibe. Jövőre meg, hogyha sikerül a nagyobbat, akkor az még jobb lesz. Tudtom, biztos, hogy 6 darab lesz, aztán, hogyha a többiek többen is el tudnak jönni, mert sokaknak közben jött egy-két dolog, úgyhogy 10 traktor körül lett volna, de 6 az fix, hogy itt lesz, aztán megvárjuk, hogy kik jönnek, még kinek volt ide elkészülni. Amíg a traktorok szép lassan gyülekeztek, addig a versek és énekek töltötték meg a teret. A hűvös téli időben pedig örömmel kortyolgatták a nagyszokolyiak az önkormányzat által biztosított meleg italokat. Az égen adja száll, és együtt lenni jó. A házban zöld fa áll, a kertben hull a hó.
Az ünnephez kötődő, legfontosabb dolgokra hívták fel a figyelmet azok a versek, amiket a gyerekek önzetlen szeretettel adtak át a rendezvény résztvevőinek. Karácsonykor csillag gyúlt ki Betlehem fele, betlehemi is istálóba Jézus született. Karácsonykor szívedben legyen szeretet. Jézus útján járjatok, mert Istenhez vezet. A rendezvény zárásaként a több száz méternyi fényfűzérrel borított traktorok jártak be a település utcáit, ezzel is meghitt ünnepet kívánva mindenkinek. A Tamási és város környéki önkormányzatok szociális integrációs központja megtartotta évzáró rendezvényét, ahol az intézmény vezető a 2022-es év legnagyobb sikereiről számolt be a vendégeknek, és bemutatta a nemrégiben megalakult Közel a Segítség Alapítvány kuratóriumi tagjait is. A késő délutáni program alkalmával színes műsor és ünnepi vacsora várta a meghívottakat. A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja évzáró rendezvényre invitálta meg munkatársait, a velük kapcsolatban álló települések polgármestereit, és természetesen nem utolsó sorban azokat, akikkel nap mint nap kapcsolatban állnak. Igazából az volt a legfontosabb, hogy egy olyan emlékezetes estét tudjak nyújtani mind az időseink, mind a kollégáink és a polgármestereink számára, amire talán a későbbi napokon is szívesen fognak gondolni. A leghangsúlyosabb pedig az, hogy a fellépőink mellett most rendhagyó módon készültem egy olyan összeállítással, ami felöleli a 2022-es évünknek az olyan fajta munkáját, ami igazából leginkább karitatív tevékenység, tehát nem a megszokott jogszabályban előírt kötelezettségünkről és feladatunkról szerettem volna beszélni, hanem azt az oldalt is szerettem volna megmutatni, ami akkor zajlik, amikor odaállunk egy jó ügy mellé, vagy éppen egy pályázatot szeretnénk megírni, és ne adj úristen sikerül, és örülünk, és meg is tudjuk valósítani, hogy mennyi ilyenünk volt ebben az évben, mert úgy gondolom, hogy a 2022-es bármennyire is nehéz, hiszen most azt gondolom, hogy nem árulok el azzal a titkot, hogy mindenkinek nehezebb, mégis úgy gondolom, hogy ezen a téren rendkívül sikeresek voltunk, és nagyon mozgalmas év áll mögöttünk. A rendezvény alkalmával több fellépő is gondoskodott az ünnepi hangulatról. A helyi óvodások, iskolások is kiálltak az egybegyűltek elé verseikkel, énekeikkel, de a régmúltból is szólalt meg dal. Az intézmény vezető évvégi beszámolójából kiderült, hogy a 2022-es év legnagyobb sikerének azt a szerződést tartja, amelynek köszönhetően egy üzletlánc helyi boltjából nap mint nap élelmiszeradományt kapnak. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület partner szervezetévé válhatunk, amiben nekem rengeteg munkám van, és ez egy hatalmas dolog. Két évre köthettünk velük szerződést, ami azt jelenti, hogy minden áldott napon hozhatunk élelmiszeradományt. Ez naponta 60-70 kilót is jelent akár, és nem csak Tamásiba tudjuk szétosztani, hanem a 14 társult településünk között is. Nagyon sokan vannak eleve a rendszerünkben, hiszen a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a központ munkatársai eleve már a munkájuk során találkoznak olyan nehéz sorsú gyermekekkel, családokkal, ahol kérés nélkül visszük oda az adományt, hiszen tudjuk, hogy jól jön. Viszont az utóbbi időben egyre többen megkeresték az intézményünket olyan rászorulók is, akik szerették volna jelezni azt, hogy bajban vannak, hogy segítséget kérnek, és lehetőségeinkhez mérten próbáljuk ezeket az igényeket is teljesíteni, de természetesen csak azután, hogy ezeket az igényeket felmértük,
és megbizonyosodtunk arról, hogy mennyire valós. A nemrégiben létrehozott Közel a Segítség Alapítványról is hallhattak az évzáró rendezvény résztvevői, akik a kuratóriumi tagokat is megismerhették az esemény alkalmával. 2014 óta vezetem ezt az intézményt, és nekem már egy nagyon régi álmom volt az, hogy én szerettem volna, ha ennek az intézménynek van egy saját alapítványa. Ez azért számomra azért volt fontos, mert a pályázati kiírásokat tekintve rengeteg olyan lehetőség van, amit civil szervezetként tudnánk csak megpályázni. Viszont maga a lehetőség az a mi profilunkba is vág. De erre nem volt lehetőség, mivel nem volt civil szervezet mögöttünk. Így én abban reménykedem, hogy ezzel, ennek az alapítványnak a létrehozásával esetleg több pályázati lehetőségünk lesz a jövőben. 3 kuratóriumi tagunk van, és 1 elnök. Az elnök szakmailag szorosan kapcsolódik intézményünkhöz, hiszen ő a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa, Kankainé Gergely Gabriella személyében. Maga az alapítvány tevékenysége és a célja, az pedig abszolút szorosan fűződik és kapcsolódik mindahhoz a szolgáltatáshoz és tevékenységhez, amit intézményünk nyújt. Tehát szeretnénk olyan jó ügyek mellé állni, amit intézményként nem tehettünk meg, de egy alapítványnak esetleg könnyebb. A Tamási és a város környéki önkormányzatok szociális integrációs központjának évzáró rendezvényét egy vacsorával és jó hangulatú beszélgetésekkel zárták. Ozora új polgármesterének köszöntőjével vette kezdetét a falu karácsony, ahol a helyi óvodások és az iskolások mellett a színkör is színpadra lépett. A település apraja nagyjai így együtt hangolódhatott a szeretet ünnepére a helyi művelődési házban. Az ünnepi készülődésben nem akarta magára hagyni az ozoraiakat a település önkormányzata, így a hagyományoknak megfelelően egy karácsonyi műsorral kedveskedett azoknak, akik elfogadták a meghívást. A település újonnan megválasztott polgármesterének köszöntőjével vette kezdetét a falu karácsony. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt az adventi koszorún és karácsonykor a fenyőfákon a nyugodt, békés, lángó gyertya adta, mely az emberek szívét melegséggel és örömmel töltötte meg. Sokakban nem is tudatosult a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak, elkeseredettek. Minden napjainkban is elég nagy az űrzavar, évvégi zárás, karácsonyi bevásárlás, takarítás, ajándékészítés, családi programok tolódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben, és várjuk megérkezését, csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony titka? Az, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. De a szeretetet nem lehet rászokolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. És nem is kell, hiszen ezek az érzések belülről jönnek. Jó ilyenkor egy kis időt szánni szeretteinkre, önmagunkra. Az együtt töltött idő megfizethetetlen, amire ez az ünnepi alkalom lehetőséget kínált az ozoraiak számára. A település programjainak állandó szereplője a helyi színkör, akik örömmel készültek az ünnepi alkalomra. Természetesen karácsonyi dalokkal, egyházi énekekkel, amik ugye szintén népdalok, és egy hónapot készültünk körülbelül erre a programra. Mivel a község katolikus község, és ők szeretik ezeket a dalokat, ismerik ezeket a dalokat, és lehet, hogy velünk együtt fogják énekelni. Istennek fia, aki született, Az ünnepi rendezvény elképzelhetetlen a gyermekek műsora nélkül. A karácsonyi hangulat megteremtéséből a helyi óvodások is kivették a részüket. Karácsony, Jézus megszületett, öröm a
A szülők, nagyszülők is szívdobogva fogadták a gyermekek önzetlen, szeretett teljes műsorát, ami sokak szemébe csalt könnyeket. Az avadások után a helyi iskolások is színpadra álltak az érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt művelődési házban. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!